Sziasztok, én Gergő vagyok, és ez itt a Lead. Az internet összekötött minket, viszont nem csupán a kapcsolattartás vált könnyebbé, hanem az átveréseknek is jobban ki vagyunk téve. Legyenek ezek kifinomult csalások, amit egy bűnszervezet működtet, vagy csupán egy vírus, ami szétterjedt a világon. Ezek az internetes csalások könnyen megkeserítik nem csupán az egyének, hanem akár egész országok, vagy akár a világ életét. A következő esetek bemutatják, hogy mennyire érzékeny is tud lenni a digitális hálózatunk, amire ráépült az egész modernkori életünk. Ugyanis a mai alkalommal bemutatunk nektek néhány legendás internetes átverést. Manapság már talán kevésbé ismert, de a nigériai herceg a mai napig az internetes átverések szinonimájaként működik, hiszen talán ez volt az első igazán ismert és széles körben elterjedt eset. A nigériai herceg az előutalásos csalások közé tartozik, ami már a 19. században is létezett levelek formájában, amiben egy állítólagos spanyol rab kért pénzt a levél címzettjétől. Az interneten pedig az 1980-as években jelent meg, a második nigériai köztársaság ideje alatt, amikor rengeteg ilyen átverő e-mailt küldtek az országból, jellemzően az Egyesült Államokba és Európába. Az eredeti e-mailben az író a nigériai nemzeti olajvállalat képviselőjének adja ki magát, aki az országból szerette volna kimenekíteni a céges vagyont, amihez az áldozat segítségére volna szükség. Aki ha végigmegy a tervvel, megkapja a vállalat pénzének a 30%-át. Elég jól hangzik, viszont ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a levél címzettjének banki adataira van szükség, vagy utalnia kell 100 000 dollárt, hogy bizonyítsa a nigériai banknak, hogy egy valódi befektetőről van szó. Ennek a levélnek több fajtája megjelent már, közöttük a híres nigériai herceges variáció, amivel világszerte 1,5 milliárd dollárt tudtak kicsalni. Ez a csalás az évek során már inkább viccek tárgyává vált és széles része lett az internetes popkultúrának, azonban az ilyesfajta csalásokkal mind a mai napig behúznak embereket a csőbe. A nigériai herceg történetét már nyugdíjazták, azonban a módszerek nem sokat változtak. Küldenek egy bizalmasnak tűnő levelet, egy visszautasíthatatlannak tűnő ajánlattal, nekünk pedig csak az a dolgunk, hogy néhány adatot megadjunk. Így ha egy ilyen levéllel találkozunk, érdemes óvatosnak lenni. A legtöbb átverés a bizalom kijátszásával működik, és mi is lehetne bizalmasabb egy szerelmes levélnél. Ez a dolog eléggé adta magát, így 2000-ben megszületett az I Love You nevű féregvírus, ami világszerte 10 millió Windows gépet fertőzött meg. A terjedése e-mailben történt. Az áldozat posta fiókjában egyszer csak megjelent egy I Love You tárgyú levél, amiben csupán egy szövegdokumentum melléklet található, ami ugyanezt a nevet viseli. Megnyitás után egyértelművé válik, hogy ez nem akármilyen dokumentum, hanem elindít egy folyamatot, ami véletlenszerűen átír fájlokat a számítógépre, gépen, ami akár működését is akadályozhatja, majd továbbítja a férget az áldozat címlistájában szereplő összes e-mailre, így kifejezetten gyorsan tudott terjedni. Az I Love You az egyike az első nagy vírus támadásoknak, ami pedig talán még ennél is érdekesebb, hogy az alkotóját is ismerjük. Onel de Guzmán egy Fülöp-szigeteken élő egyetemista volt, aki 24 éves korában írta a vírust, hogy jelszavakat lophasson vele, ezáltal ingyenesen használhassa az internetet. Azonban arra akkor még nem számított, hogy a program átterjed majd az egész világra. 2000-ben a Fülöp-szigeteken nem volt törvény az ilyen jellegű bűncselekményekre, azonban az eset arra ösztönözte a törvényhozókat, hogy lépjenek az ügyben. Visszamenőleg viszont nem tudtak törvényeket alkalmazni, így Guzmán büntetlenül megúszta az esetet. Az informatikus ezt követően eltűnt a nyilvánosságból. 2020-ban viszont egy újságíró Geoff White felkereste egy könyvéhez. Így kiderült, hogy az egykori egyetemista, aki megalkotta a világ első nagy vírus támadását, az jelenleg a Fülöp-szigeteki Manilában dolgozik egy telefonszervizes bódéban. Tabu témának számít, azonban Magyarországon még mindig egy nagyon széles réteg használ torrent oldalakat, hiszen egy 2020-as felmérés szerint a 18 és 26 év közöttieknek a 43%-a még mindig illegálisan letöltött tartalmakat fogyaszt elsődlegesen. A legnépszerűbb magyar torrent oldalnak pedig egyértelműen az Encore tekinthető, azonban oda nem olyan könnyű bekerülni, hiszen csak meghívóval lehet regisztrálni. Így időnként különféle kamu meghívó szerzős átverések jelnek meg az interneten, amelyek közül a legnagyobb éppen idén indult meg. 2021-ben megjelent a Facebookon egy oldal, ami fizetett hirdetésben reklámozta az ingyenes Encore meghívást, azonban akik ezzel próbálkoztak, pórul jártak. Az átverés működését és létrejöttét a Fraudsters nevű blog részletesebben is kifejtette. Az igazi Encore meghívó Facebook oldal azt használja ki, hogy nemrégiben megváltozott a valódi oldal címe, így a régi webcímen elkezdtek élősködni. A csaló oldal pedig azt ígéri, hogy egy apró összegért beregisztrálhatunk a torrent oldalra. A regisztrációs felület még bizalomgerjesztőnek is tűnhet, mert egészen alaposan leutánozza az Encore kinézetét. A bejelentkezés után pedig már csak annyi a dolgunk, hogy elutaljunk 1390 forintot, vagy kártyával fizessünk 990-et. Ezt követően az áldozat nem kapja meg a meghívót, csupán egy kicsit szegényebb lesz. Rosszabb esetben pedig még fontos adatait is elveszti, mint például az e-mail címét vagy a bankkártya adatait. Fontos kiemelni, hogy az Encore soha nem csinált ilyen akciót, és a jövőben valószínűleg nem is fog. Így ha valaki azt ígéri, hogy belépőt vásárolhatsz, akkor gyanús, hogy át akarnak verni.
A közösségi finanszírozás megjelenése a 2010-es évek elején nagyon izgalmasnak tűnt. Olyan oldalaknak köszönhetően, mint például a Kickstarter vagy az Indiegogo, a befektetők szerzése széles körben elérhetővé vált, így bárki, akinek volt egy ötlete, az kalapozásba kezdhetett, és ha a közönség érdemesnek találta rá, akkor összedobhatták a projektárát. Bár azóta tudjuk, hogy valóság messze nem ennyire rózsás, hiszen rengeteg horror sztorit hallhattunk már arról, hogy hogyan lógtak meg egyesek a támogatók pénzével. A legjobb és legrosszabb játékprojekteket például két videóban is összesítettük már. A közösségi finanszírozós oldalak egyike a GoFundMe, ahol gyakran jótékonysági célú gyűjtések is szoktak lenni, így a csalók gyakran az emberek érzéseire hatva próbálnak pénzt kicsalni belőlük. Az egyik legdurvább eset a 2017-es háborús veterános átverés. Kate McClure és barátja felrakott egy megható történetet a GoFundMe-re, amiben állítása szerint egy hajléktalan segítette ki őket az utolsó 20 dollárjával, hogy tankolni tudjanak, ezért hálából a pár gyűjtést kezdett nekik a platformon. A hajléktalan veterán történetével 400 000 dollárt sikerült összegyűjteni, azonban a kampány egy hazugságon alapszik. Miután fényderült az átverésre, az ügybíróság elé került, a GoFundMe pedig visszautalta a pénzt az áldozatoknak. 2019-ben a párt börtönbüntetésre, a hajléktalant pedig közmunkára ítélték. A közösségi finanszírozás alapvetően egy tök jó ötlet, csak sok oldal nem kéri számon a projektek alkotóin a pénzt, amit összegyűjtöttek, így a csalások melegágyává képesek válni ezek az oldalak. Rengeteg online átverés történik, a jelenségre pedig már a bankok és pénzintézetek is reagáltak, manapság pedig már kifejezetten komplex védelmi rendszereket alakítottak ki, hogy az online utalások visszakövethetők vagy visszakövetelhetők lehessenek. A bűnözők kreativitása azonban kimeríthetetlen, így született meg a Money Mule, vagy pénzösszfér átverés. A módszerek változnak, viszont Mark Rober a csalókat lebuktató videósorozatában egy tökéletes példát mutatott a pénzösszféres átverésekre. A tolvaj szétküld egy kamu Amazon rendelés visszaigazoló levelet az áldozatoknak, akik reklamálhatnak a levélben található telefonszámon, hogyha nem ismerik fel a rendelést. A reklamáció viszont nem az Amazon ügyfélszolgálatához, hanem a csalókhoz érkezik be, akik beléptetik a gyanútlan prédát a banki oldalukra, ahol az oldal HTML-jének szerkesztésével elhitetik, hogy valóban levontak 200 dollárt a számlájukról. Ezt követően megnyitnak nekik egy ablakot, ahol állítólag visszaigényelhetik ezt a költést. A csaló azonban ugyanúgy a weboldal szerkesztésével elhiteti az áldozattal, hogy 200 dollár helyett 20 000-et igényelt vissza magának, és elkezd arról beszélni neki, hogy ez mekkora probléma és mekkora bajba helyezte őt. A valóságban pedig természetesen semmilyen pénzmozgás nem történt. A csaló mélységes lelki zsarolásba kezd, miszerint ha nem oldják meg ezt a problémát, akkor elveszítheti a munkáját és a családja éhezni fog. Ezért arra kéri az áldozatot, hogy a különbözetet küldje el neki készpénzben postán keresztül, hogy a főnöke meg ne tudja. Nem csoda, hogy jellemzően hiszékeny idős embereket szoktak megkeresni, akik a bűntudatok miatt elküldik ezt a levelet. Ekkor jönnek képbe az összvérek, akik legtöbbször szintén egy átverés áldozatai, hiszen őket úgy szervezik be, hogy egy otthonról végezhető munkát kapnak, és csupán csak annyi a feladatuk, hogy csomagokat vegyenek át és továbbítsanak. Az összvér, miután megkapja a csomagot, továbbadja egy számára meghatározott címre, így megérkezik a csalókhoz. Ezzel a módszerrel a pénz útja gyakorlatilag követhetetlenné válik, ezért nehezebb lenyomozni az átverőket. A videóban látható átverés amúgy Magyarországon is egyre többször előfordul, így érdemes még nagyobb óvatossággal kezelni a gyanús e-maileket és állásajánlatokat. Eddig elsődlegesen számítógépeket érintő vírusokról vagy átverésekről volt szó, ám a csalók a mobilosokat sem kímélik. 2020 márciusában, kihasználva a koronavírus járvány okozta pánikot, megjelent az interneten a Coronavirus App nevű weboldal, amin a felhasználók a friss amerikai koronavírus adatokat és híreket láthatták. A Coronavirus App lap csupán csali volt, az igazi veszélyt egy bannerben reklámozott CovidLock nevű alkalmazás jelentette. Első ránézésre egy információs appnak tűnt, amiben valós időben lehetett követni a járvány alakulását egy térképen át. Az alkalmazás azonban egy zsaroló vírust rejt magában, ami lelakatolja az áldozat telefonját, ezzel együtt pedig az összes adatát. A képernyő csupán egy üzenetet mutat, amin váltságdíjat követelnek a telefonért, amit 48 órán belül ki kell fizetni, különben minden adatot törölnek a telefonról, és a közösségi média fiókok jelszavait kiposztolják az internetre. Szerencsére az alkalmazást hirdető weboldal relatíve hamar lekerült az internetről, viszont a pánik által generált forgalom miatt kérdéses, hogy hányan lettek áldozatai ennek az átverésnek. Még ha a járvány egy különleges helyzetet is szült, a külsős oldalakról letöltött alkalmazásokkal mindig érdemes óvatosan bánni, hiszen sose lehet tudni, hogy mit akarnak valójában. Ezért a biztonság kedvéért érdemes a hivatalos App Store-okból beszereznünk az alkalmazásainkat.
A piramis játék fogalmáról biztosan sokan hallottatok már, de azoknak, akiknek nem mond semmit, összefoglalom röviden. A piramis játék egy direkt, működésképtelen hierarchikus pénzügyi hálózat, aminek a lényege, hogy a résztvevőknek újabb és újabb embereket kell beszervezniük. Ezeknek az új embereknek pedig tagsági díjat kell fizetniük, vagy valamilyen terméket értékesíteni, aminek az árát természetesen továbbadják a cégen belül. Ahogyan dagad ez a bizonyos piramis, a magas szinten levők egyre több bevételhez jutnak, az alján levők pedig egyre rosszabbul járnak. Miután a piramis olyan nagyra nőtt, hogy képtelenek annyi embert beszervezni az alullevők, amiből ki lehessen fizetni a felsőbb szinten levők emberek fizetését, akkor beborul a cég. Ennek a módszernek online is vannak képviselői, amiből a legnagyobb a kínai Ezubao volt. Az Ezubao egy befektetési csalás volt, egy árnyékbank, aminek az volt a lényege, hogy befektetőket gyűjtsenek nem létező projektek finanszírozására. A tolvajok másfél év alatt 7,6 milliárd dollárt csaltak ki, nagyjából 1 millió áldozattól. A csalást 2016. januárjában buktatták le, és a 25 felelőst letartóztatták a kínai hatóságok. A világunk felköltözött az internetre. Minden eddiginél jobban össze vagyunk kötve egymással. Ez óriási előnyökkel is jár. A távolságok lecsökkentek, a tudás megosztása és a kommunikáció könnyebben megy, mint valaha. Viszont ennek a szoros összebújásnak van egy óriási hátránya, miszerint a hálózat világszerte sokkal nagyobb veszélynek van kitéve. 2017. májusában szabadjára eresztették a történelem eddigi legszélesebb körben elterjedő zsaruló vírusát, a WannaCry-t. Bár azt meg kell jegyezni, hogy a WannaCry nem feltétlen egy átverés, de mégis képtelenek voltunk nem megemlíteni egy vírusokról szóló listánkon. A vírus Dél-Ázsiában jelent meg először, majd 24 órán belül 200 további országban is felütötte a fejét, több mint 230 ezer számítógépet megfertőzve. Az okozott kár világszerte nagyjából 4 milliárd dollárra tehető, mivel rengeteg fontos rendszert és vállalkozást térdre kényszerített. Többek között a Német Vasúttársaságot, a Brit Egészségügyi Szolgálatot, illetve Magyarországon a Telenort. A vírus a fertőzött számítógépeken az összes fájlt titkosította, és telepített egy alkalmazást, ami tudatta az áldozatokkal, hogy a gép a WannaCry áldozata lett. A titkosított fájlokat pedig csak akkor kapja vissza, ha fizet 300 dollárt bitcoinban. Ha pedig azt gondolnánk, hogy ez már mindennek a teteje, akkor csalódnunk kell, mivel a csalók tettek az alkalmazásba egy visszaszámlálót is, ami időközönként növelte a váltságdíjat. A WannaCry-ban talán nem is a gyors elterjedése, hanem a létrejötte az igazán érdekes. Egyes vélekedések szerint az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség talált egy biztonsági részt a Windowsban, amit kémkedésre használtak, a hibát viszont titokban tartották maguknál. Majd egy hacker támadást követően ez az információ felkerült az internetre, a WannaCry vírus pedig ezt a hibát használta ki. A Microsoft egyből meg is jelentetett egy biztonsági frissítést, ami kiküszöbölte a hibát. Azonban azok a rendszerek, amiket nem frissítettek, kilettek téve a vírusnak. A fertőzés megállíthatatlannak bizonyult, azonban amikor egy Marcus Hutchins nevű hacker feltárta a vírus kódját, érdekes felfedezések sorára bukkant. Először is a WannaCry hiába volt durván fertőző, a kódja tele volt hibákkal. Például a támadók nem tudták rendesen lekövetni, hogy melyik zsarolt ember fizetett és melyik nem, ezért nem tudták volna levenni a rontást a számítógépekről. Illetve a kódban elrejtettek egy leállító kapcsolót is, ami alapvetően egy ilyen vírusoknál nagy hibának számít, aminek ráadásul a működése pofon egyszerű. A vírus akkor fertőzött az adott gépen, ha az nem tudott kapcsolódni egy megadott webcímre. És mivel a cím nem létezett, a zsaroló program működött. Így Marcus kíváncsiságból regisztrálta a kódban szereplő webcímet, ami miután felkerült, ideiglenesen kinyírta a vírust. Ez alatt az átmeneti idő alatt pedig a hivatalos szervek készítettek egy programot, amivel az áldozatok ingyenesen visszaállíthatták az adataikat. A WannaCry történetének tanulsága igazából hasonlóan pofon egyszerű, mint a vírus legyőzése volt. Hiába idegesítő, mindig is telepítsük a szoftver frissítéseket. Ti mennyire vagytok tudatosak, hogyha az internetről van szó? Esetleg megpróbáltak már átverni? Gondolataitokat írjátok meg nekünk kommentben, vagy beszélgessünk róla a Discord szerverünkön, aminek a linkjét a videó leírásában találhatjátok. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le további tartalmainkról sem. A kis bevásárló kosárgombra kattintva eljuthatsz a webshopunkba is, ahol menő gaming perifériákat, gamer és e-sport merch-eket, és még csomó minden más hasznos holmit találhatsz. Várunk legközelebb is!